Na, ügyben emberek, sok minden történt az elmúlt időszakban, többek közt beért a barack, amúgy csináltunk belőle lekvárt, pár üveggel. Mennyivel készült? 20 üveg? Ja, 20 üveg volt kb. Úgyhogy annyi volt. Hát 20 üveggel azért született lekvár, na persze mondjuk nem erről a fáról egyébként, mert ez a fa ez 2 darab ilyen barackot adott egyébként. Egy meg magától lehullott, úgyhogy nagyjából itt tartunk. Hát sajnos egyébként lefagyott a virága, úgyhogy ez ilyen igazság szerint. Aztán legfőbb esemény, ma éjféltől nem kell hordani, nem tegnap éjféltől, vagy ma hajnaltól gyakorlatilag nem kell hordani maszkot, úgyhogy hál' Istennek fürdés is könnyebb lesz maszk nélkül, ugyebár. Úgyhogy azért ez egy előrelépés volt. Mondjuk azt azért nagyon jól tudjuk, hogy ez azért van, mert foci van különben, és így foci alatt vírus az nem lehetséges. Amúgy egyébként a vírusnak elment nyaralni, úgyhogy pillanatnyilag azért van ez. Szereti a vizet, attól nem szaladod épp, hogy oda fröcskülsz. Puncsika betámadta a dinnyét, természetesen. Ez ilyen. Éppen így néz ki. Hát jó van, szereti a dinnyét. Úgyhogy jó, majd megkóstolja, gondolom ő is. Jó, nem fogja mondani. 3 darab dinnye van már ott egyébként, ilyen incifincike. Hát abban gondolom én az egyik majd talán valamennyire megnevelkedik, aztán majd látjuk. Tavaly amúgy is ilyen icipici dinnye volt, körülbelül ekkora. Nem, azért ettől nagyobb volt a sárga dinnye, de egyébként finom volt. Tényleg az ott most sárga dinnye vagy görög dinnye? Görög? Elvileg görög dinnye. Sárga dinnye túloldalt. Ja, sárga dinnye ott van, valahol a túloldalt. Na, nagyjából ennyi. Hát mi történt? Legfontosabb esemény talán még az volt, hogy megszületett a oltári Uber pedofil törvény. Állítólag rohadtul össze van mosva azével a melegeknek a nem tudom milyen jogaival, meg egyéb. Na, hát tudom, én nem vagyok ilyen politikus. Szerintem egyébként rohadtul nincs összemosva. A kettő valahogy nem ugyanarról szó szerintem. Tehát a 18 éven felüli melegeknek a jogait én úgy érem, hogy egyáltalán nem érinti. Hát ezt mindenki ítélje meg saját maga. Amúgy egyébként logikailag, hogyha belegondolunk, egy kiskorúnak, egy gyereknek egyébként miért kéne oktatni, vagy megismertetni, érzékenyíteni, ugye, olyan információval, ami egyébként gyakorlatilag számára totálisan hasztalan. Végülis ráér ezt megtudni majd később, amikor felnőtt, nem? Tehát most igazság szerint tök fölösleges ilyennel fárasztani. Mert hogyha most ennyire kiállunk a melegek jogai mellett, jó, de akkor viszont amellett is ki lehet állni, hogy valaki a gumibabájával szeretne megházasodni, és mekkora jogai vannak, hát akkor ennyi erőből minden mellett ki lehet állni, még egy budi mellett is, nem? Tehát most hogyan már? Tehát a hülyeséget az tök fölösleges feszegetni, nem? Amúgy egyébként meg hogyha most logikailag belegondolunk, oktatás szempontjából ugye, magát a biológiát oktatják, ezen belül egyébként akár egy szexuális tevékenységet állattal, emberrel kapcsolatban, ugye ez a szaporodásnak az oktatása tulajdonképpen. Tehát ez egy biológiai folyamat, ezt oktatják. Ja, hát a növények is szaporodnak, az állatok is szaporodnak, az emberek is szaporodnak. Oké. Na most ez egy biológiai folyamat, rendben van. Na de valójában egyébként az, hogy valaki meleg, az tulajdonképpen egy biológiailag, ez egy zsákutca. Tehát ennek nincs effektív termése biológiai szinten. Az megint más kérdés, hogy érzelmi szinten most éppen hogy állnak az emberek. Mindenkinek saját ízlése, ki az ágyat szereti, ki a másikat, ki ezt, ki azt, tök mindegy, de valójában ezt miért kéne oktatni, nem? Oktassuk akkor, amikor már valaki megérett erre a mutatványra. Egyébként meg fölösleges. Menekül a macska. Menekülsz, kerek? Menekülsz? Nem szereti a motort. Na, szóval nekem igazából ez a véleményem erről. Tehát most egy kölyöknek tök fölösleges beadni, hogy most így meg úgy meg amúgy kell érzékenyíteni a nem tudom mekkora másságra, meg egyéb. Most a másságnak természetesen vannak különböző fogalmai, mert van, aki azért más, mert tolókocsiban van, aki azért más, mert egyéb érzelmei vannak. Na de hát, hogyha valakinél egyébként kialakul ez a másság, akkor hát annak vannak szülei, nem? Tehát akkor valakinek a szülei, ez aztán kommunikálja meg velük. Ez ennyire egyszerű, aztán kész. A szülők meg legyenek nyitottak annyira, hogy ezt meg lehessen velük kommunikálni.
Tehát valójában egyébként nem a gyereket kell érzékenyíteni ilyen szempontból, hanem inkább a szülőt, hogy azt képes legyen elfogadni, azt, hogyha a gyermekben esetleg kialakul olyan, amit ők nem szeretnének, de mégis kialakult. Hát ez egy ilyen dolog. Na, ez az én véleményem. Na, lényeg az, hogy a baraszt megvan. Gyakorlatilag ennyi. Szombat van. Este jön Jani bá. Beszélgetünk cseten, aztán nagyjából ennyi. Amúgy meg támadnak a szúnyogok.